Ez itt a Kaposmenti magazin, köszöntöm nézőinket! Gyertyagyújtás Dombóváron Advent első vasárnapja, Buzenszky Jenő sportvetélkedő, kiállítás Dombóváron Samu Géza szobrászművész, karateverseny Dombóváron Mikulás alkalmából. Advent első vasárnapját tartották Dombóváron, a művelődési ház előtti téren gyűltek össze az érdeklődők, hogy együtt ünnepeljék az adventi vásár megnyitóját és az adventi koszorún az első gyertya meggyújtását. Az adventi ünnepen kézművesek színesítették a vásárt. A város karácsonyfája körül sok ember összegyűlt. A felállított színpadon versekkel és énekekkel köszöntötték a megnyitót. A műsort a Tolna vármegyei SC Apácai Csere János Technikum és Kollégium és a Tamási Móra Ferenc Általános Iskola diákjai adták elő. Az ünnepről beszélt Kerényi Zsolt. Most már hagyományszerű, hogy tematikusan vannak összeállítva az adventi hétvégék. A szombat inkább a fiataloknak szól, könnyű zenei programok, és vasárnap maga a gyertyagyújtás. Amikor a gyertyagyújtás előtt a dombovári iskolák adnak műsort, általában két-két iskola. Az idei advent ugye különleges, van nagyon rövid. A negyedik advent vasárnap az a Szenteste, a 24-e, tehát a lehető legrövidebb advent van idén. Ezért tulajdonképpen csak három adventi vasárnap lesz, hiszen 24-en már mindenki a családjával tölti. De hát reméljük, hogy azért így is tartalmasak lesznek ezek a hétvégék. Az adventet mindenhol megünneplik. Ilyenkor a központi terek fénybe öltöznek, felállítják a hatalmas fenyőfát, feldíszítik, hogy karácsonyfa váljon belőle. Majd 4 héten át az adventi koszorún sorba minden vasárnap meggyújtják a gyertyákat. Most jöttem Balatonról, Köröshegyről, és fantasztikus volt a minden egyes falu, ami végigjöttünk, ünnepelt és gyűjtött az első adventi gyertyát. És ez egészen szívmelengető volt, hogy ennyire a szabad ezt mondani, divatba jött ez a dolog, mert rettenetesen szép hagyomány, és nagyon örömteli, hogy ezt ennyien ápolják. A 4 hétig tartó ünnep a Szentestével végződik. Ma este az első gyertyára került sor, amit Pintér Szilárd polgármester, Kerényi Zsolt alpolgármester és Sipos Előd Zoltán református lelkész gyújtott meg. Buzenszky Jenő emlékére vetélkedőt rendeztek Dombóváron, a legendás futballista Dombóváron végezte tanulmányait, így a volt iskolája az I.S. Gyula gimnázium tartotta meg második alkalommal a versenyt. Hagyomány lett ez a rendezvény, és népszerűsége miatt a jövőben is megrendezésre kerül. Várhidi Pál, Dárdai Pál, Pintér Attila, Bernd Stork. A legendás futballista tiszteletére a második alkalommal kerül megrendezésre a vetélkedő. 12 iskola, 28 tanulója vesz részt a versenyen, és méreteti meg magát 4 témakörben. A 2016-os sportteljesítmények adataiból állították össze a kérdéseket. A második Buzenszky Jenő sporttörténeti vetélkedőt rendezzük meg a mai napon Dombóváron. Mindig azt szoktam mondani, hogy ő Dombóvár valaha született legismertebb fia. Akárki születik meg itt a későbbiekben Dombóváron, szerintem nem lesz annyira ismert a világban, mint az aranycsapat tagja, a világ egyik legismertebb akkori foci játékosa, és én a Dombóvári Gimnázium igazgatója vagyok, nekem ez külön azért egy szívből jövő vetélkedő szervezés, mert a iskolánkban a 8-osztályos tagozaton Buzenszky Jenő hozzánk járt és nálunk érettségizett. 2008 és 2021 között az olimpiákon 9 darab 1 kötőjel 6. helyezése volt. 2008 és 2021 között az olimpiákon 9 darab 1 kötőjel 6. helyezést ért el. Tehát nyilván akkor nem lehet focista. 4 témakörből készültek a gyerekek, az aranycsapat érdekességeiből, Buzenszky Jenő életrajzából, a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság adataiból, a magyar kajakkenu sport összes érmesét kellett volna ismerniük, ami egy fantasztikus mennyiségű adattömeg, és ezen kívül a 2016-os riói
nyári olimpia magyar érmeseit is kellett ismerniük, ráadásul úgy, hogy nem csak az olimpián megszerzett helyezéseiket kellett tudni, hanem a korábbi vagy későbbi helyezéseiket is. Én úgy gondolom, hogy eddig nagyon jól sikerült a verseny, most még az utolsó döntőforduló következik, amikor egy nyomógombos berendezéssel fogunk játszani, abban a legjobb 12 versenyző fogja a küzdelmeket tovább folytatni. Az élmezőny nagyon szoros, ügyesek a gyerekek, nagyon boldog vagyok, hogy ennyi gyereket lehet mozgósítani, és ennyi gyermeket érdekel a sporttörténet, és nagyon hálás vagyok a kollégáknak egyrészt, hogy fölkészítették a gyerekeket, elküldték. Nagyon messziről érkeztek tanulók, Nyíregyházáról, Monorról, Kispestről, Balatonfűzfőről, és a közeli nagyvárosokból, Szekszárdról, Kaposvárról és Pécsről is, és a dombovári iskolák részéről is természetesen volt nevező, és külön köszönöm a Dombovár város önkormányzatának, Pintér Szilárd polgármester úrnak, és a tankerületnek, a Tamási tankerületnek és igazgató úrnak, Csike Tamásnak, hogy anyagilag támogatták a rendezvényt, és így lehetővé vált, hogy ez a rendezvény létrejöjjön. És egy utolsó gondolat, külön öröm, hogy Buzánszky Jenő fia, ifja Buzánszky Jenő velünk van, megtekinti a versenyt, és segít majd az érmek átadásában. A vetélkedőre meghívást kapott Buzánszky Jenő fia, aki szívesen fogadta a részvételt. Nagy örömére szolgál ez a hagyomány. Nagy öröm számomra, hogy újra itt lehetek Dombováron, egy ilyen nagyszerű rendezvényen és kezdeményezésen. Ezt, ha jól tudom, akkor nem az első ilyen, hogy édesapám neve által fémjelzett tanulmányi versenyt csinál a gimnázium. Én először vagyok itt, úgyhogy nekem teljesen az újdonság erejével hat ez a megmérettetés. A gyerekek nagyon okosak, nagyon felkészültek, és mindenkinek nagyon sok örömet és jó eredményt szeretnék kívánni ezúttal is. A diákok az ország több helyéről jöttek a versenyre. A legjobb 12 tanuló fejezi be a versenyt, és köztük osztják ki az érmeket. Helyi diák nyilatkozott a részvételről. Nagyon szeretem az ilyenfajta vetélkedőket, ez a sporttörténeti téma, ez nekem nagyon tetszik. Ez ugye a második, hogy ez a verseny megrendezésre kerül. Tavaly sikerült második helyet szerezzek. Nagyon szoros verseny, gratulálok, aki tavaly nyert. Most vele kerültem össze az első fordulóban. Remélem, hogy idén is sikerül döntőbe jutni. A rendezvény jó hangulatban zajlott, a gyerekek nagyon felkészültek voltak, pedig sok témakörből kellett adatokat ismerniük. Mivel a vetélkedő nagy népszerűségnek örvend, ezért a jövőben is megtartják itt Dombováron. A mai online világban örvendetes, hogy ennyi diákot meg lehet mozdítani, és versenyre lehet bírni. Zárásként nagy megtiszteltetés volt, hogy a győztesek érmeit az aranycsapat futballistájának fia Buzánszky Jenő adta át a diákoknak. Samu Géza kiállítást tartottak Dombóváron a Tinódi házban. A szobrászművész alkotásait már 8 éve nem láthatták Dombóváron, kivéve a Makovec téren álló Pogány mitológia elnevezésű szobrát. A kiállításon végigkísérhetjük életútját, nem csak alkotásaival, hanem a róla készült fényképekkel és a róla írt könyvben. Ma Samu Géza első dombovári kiállítását nyitják. A mai kiállítás Samu Géza és Balipap Ferenc barátságának köszönhetjük. Samu Géza 1947-1990 között élt és alkotott. Sajnos korai halála miatt egy életvidám igazi művészt veszítettünk el. Samu Géza művei legutóbb 8 éve a Pesti Vigadóban voltak kiállítva, de egy percig nem volt kérdés Pallai Mártának, Géza feleségének, hogy Dombováron rendezhessenek egy tárlatot, és születésének 76. évfordulóján ma együtt emlékezhessünk rá. Megtisztelő, hogy ezt a lehetőséget megkaptuk. Nagyon örülünk neki, hogy ma lehetőségünk lesz itt Samu Géza kiállítását megnyitni, több okból is. Egyrészt Dombovárhoz kötődik, olyan értelemben, hogy a műfáz előtt álló Pogány mitológia című szobra 1979-ben lett felállítva, a művelődési ház nyitásával egy időben. Samu Gézát egy barátság kötötte Dombovárhoz, véletlenül pont az én édesapámnak volt az egyik legjobb barátja. Sajnos ez a barátság olyan nagyon sokáig amiatt nem tarthatott, mert 1990-ben 43 évesen elhunyt.
Azért örülünk még ennek a kiállításnak, mert 8 éve nem volt már Samu Gézának kiállítása. Hát legutóbb 2015-ben a Pesti Vigadóban volt kiállítása, 8 éve már, hogy gyakorlatilag az ő alkotásai csak és kizárólag a Pécsvárad és Samu Géza múzeumban tekinthetők meg. Most özvegye kivételt tett gyakorlatilag velünk, és lehetőséget adott arra, hogy egy-két szobrát elhozzuk ide. Természetesen a hely adottságai miatt nagy méretű szobrokat nem tudtunk elhozni, mivel ez a galéria per pillanat házasságkötőteremként is funkcionál, tehát itt erre nem volt lehetőségünk, valamint nagyon sok olyan szobra van a Samu Gézának, amit nem mertünk elhozni, mert annyira érzékenyek, tollból vannak, tüskékből, tehát nem mertünk egyszerűen megmozdítani. Nagyon örülök neki, hogy a kiállítás megnyitóján a muzsikás együttes primása Sipos Mihály fog játszani, kedves feleségével, Kardos Máriával, úgyhogy kíváncsian várjuk. Ma ki fogjuk állítani azt a tablót, amit a kollégáim készítettek, Szarvas Antal és a néhai Ozorai Gábor Pipó fotóiból. Ez a pogány mitológia születését mutatja be a legjobb képekből. Ez gyakorlatilag, ez a szobor itt a művelődési ház előtt hozzátartozik a városképhez. Per pillanat nincs valami jó állapotban, viszont az a nagy reményünk, hogy amikor terveink szerint és tényleg reményeink szerint a Makovec tér itt előttünk megújul, akkor ez a szobor is újjászületik, és megtörténik a restaurálása. Per pillanat csak a melence, amiben azt a bizonyos tojást tartja, az van szakszerűen restaurálva. Ezért is választottuk egyébként ennek a kiállításnak a melence címet, meg azért is, mert ez a szó, ez a gyakorlatilag fateknőt jelentő szó nagyon-nagyon különleges. Azt szerettük volna, hogy ismét használjuk, ismét utána nézzünk, hogy tulajdonképpen ez mit jelent, és nem mellesleg ez a Dél-Dunántúlra jellemző, tehát úgy gondoltuk, hogy ennek a kiállításnak már egy ilyen különleges címe lehet. Samu Gézának több olyan nagyméretű alkotása van, amelyek a teremben nem férnének el. Valamint igen érzékeny szobra is vannak, sok-sok tüskéből, tollból, amiket azonban nem lehetett elmozdítani. Alkotásain és a róla készült képeken kísérhetjük végig életútját. Barátai, ismerősei jó szívvel emlékeznek a természetet életre keltő szobrászművészre. Örömmel jöttem ide Dombóvárra, Samu Gézának a kiállítására, kiállítás megnyitására. Nagyon jó, hogy Gézának kiállítása van itt is. A mi életünknek, ennek az időszaknak az egyik legnagyobb szobrásza, fiatalon elhunyt, óriási tehetsége. Ez az itteni kiállítás, ez egy nagyon aranyos kis ékszer kiállítás. Az egyik oldala az egy kis kamara, mint hogyha a műtermébe mennénk be, vagy találkoznánk vele. A másik oldalon viszont képek vannak, ahogy a természetben helyezkednek el ezek a tárgyak, vagy ahogy megjelentek valamikor ezek az alkotások, még olyan is van, ami a filmben is szerepel, amit Géza vissza a vállán egyik alkotását. És ezek az alkotások, ezek szerves egységben vannak a természettel. Úgy, mint ahogy a 20. századi nagy zenészek, Bartók vagy Kodálynak az alkotásai is. Bízunk benne, hogy a Makovec Imre álmodta tér hamarosan támogatást nyer, és egy felújított méltó pogány mitológia, a teknőszárnyú kerekes angyal továbbra is látható lesz. Kezében a melencét, rajta a tojás, a folytonos megújulást, az élet jelképét testesíti meg, míg világ a világ. A közelgő Mikulás ünnepség alkalmából karata versenyt tartottak a Szulhai Sportcentrumban a Dombóváron. A résztvevők több helyszínről és különböző korosztályokban képviselték a versenyt. A sportcentrum nagy létszámban megtelt. Minden évben hagyomány, hogy megrendezésre kerül a verseny. Hisz Dombóváron már 48 éve működik a karata edzés. A versenyzők nagy lelkesedéssel vettek részt a rendezvényen. A mai napon, itt Mikulás napjához közeledvén, egy Mikulás napi karate versenyt rendeztünk.
Ez Zsinórban már a 18. Amikor Covid volt, vagy pandémia volt, járvány volt, akkor is megtartottuk, nyilván akkor szűkebb körben. Ma ugye viszonylag normál időszak van, nincsen annyira betegség, járványvész, és ezért ez a nevezők létszámán is jól látható. 20 egyesületből vannak itt versenyzők, a teljesség igénye nélkül mondanám, hogy Nyíregyházáról, Egerből, Szolnokról, Budapestről, Győrből, Kőszegről, Keszthelyről, Pécsről és az ország más pontjáról is vannak versenyzők, és legnagyobb örömünkre és az időjárásnak köszönhetően Szerbiából is jöttek három helyről, három egyesület. Zenta mellett van egy Csóka nevű település, onnét vannak, Bácska Topoljáról is vannak, és van egy Vribác nevű település. Tehát 20 egyesületből 191 versenyző adta le a nevezését. 4 küzdőtéren, egyéni formagyakorlatban, küzdelemben mérjük össze a tudást, és illetve vannak erőléti számok. Ez főként a 18 alatti korosztálynak fekvőtámaszból, ilyen hasizom felülésből, illetőleg békaügetésből áll. A 18. versenyünk után elmondhatjuk, hogy nagykorúak lettünk, hisz 18 éve folyamatosan már meg tudjuk rendezni a versenyünket. Amúgy Dombováron 1975 óta van karate, ez ugye 48 évet jelent, ami igen tiszteletre méltó a múltunkat illetően. A korosztály nagyon változatos, a legidősebb versenyző nyilatkozott, aki Szerbiából érkezett és hosszú idő óta versenyez. Örömmel ideértünk, hogy versenyezzünk, sikerült is jó. Egy néhányan jöttünk, 4-5-en, a meghívásnak eleget, és nagyon kedvesek a szervezők, jó éreztük magunkat, mert én is a legidősebb versenyen, ugye, mert azt tart föl minket, ha kezdjük a versenyt, fiatalkorunkban, időskorunkban is folytassuk, vagy tovább. 17 éve ezelőtt kezdtem, pontosabban nyugdíjban, amikor elmentem. Előbb nem tudtam versenyre jönni, mert külön dolgozni, két műszak erre, arra, egész napokat, és nem tudtam jönni. És úgy gondoltam, majd a nyugdíjban ezt megteszem. 17 éve karatéban vagyok, 17 éve nyugdíjban, és na, nyugdíjban kül valamit csinálni, én a sportot választottam, valaki a munkát, dolgozni, pénzt keresni, mindig a sportot, mert hogy szeretem. Karatét már nagyon korán kezdtem szeretni, úgymond 10-15 éves koromban, mint mondtam az elég, munka miatt nem tudtam elmenni tréningekre, így a nyugdíjban van rá idő, bőven. A küzdősportokban már a női nem is kiveszi részét, s megtudtuk, többszörös világbajnokkal beszélgetünk. A karatét az 2014-ben kezdtem el, viszont a versenyzés az 2015-ben. Eddig 6-szoros világbajnok vagyok, többszörös Európa bajnok, magyar bajnok, Athénban volt világbajnokság, ahol a küzdelmet sikerült megnyernem. Így ez lett a 6. világbajnoki címem. Ezek után voltunk Hevesen magyar bajnokságon, ott formagyakorlatban indultam, és 4. lettem. Úgy magában a felkészülésem az így a világbajnokságig tartott, azóta meg az érettségére koncentrálok. A legfiatalabb versenyzőt is megkérdeztük, és kiderült, hogy már óvodás korban is van érdeklődés. Mert voltam kajattin, fekvőtámasoztam, felülés, békaügetés, és még simicski arra. Simicskivete, meg ott a csatotér mellett. Uh-huh. És még fölmentünk a zsemeletje. Bocsi. Semmi baj. Voltunk még bemelegíteni. Jó látni a megmozdulást, és főleg szívmelengető, ahogy idős és fiatal együtt tud versenyezni, ünnepelni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!